Na hajdi ó, ha már ez itt a 179. podcastünk a sorban. Bala Ákost köszönhetjük sorainkban. Szia Ákos. Szia Ákos! Sziasztok! Szervusz Ákos! Mert hogy nem másról fogunk beszélni, mint hogy az ingatlan piacról a választások után, hogy mi fog változni, vagy mi változhat, illetve hogy milyen trendek fognak megfordulni, vagy mit fo mik folytatódnak innentől. Ja igen, és hát de hogy honnan, mert itt egyébként volt egy olyan öt percet rálocsoltuk, hogy Balákos honnan, hogy Bala ingatlan, Bárz, Bayern, mert már annyi titulusa, hogy nem tudjuk így... Egy... B, 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 B. Az ingatlan guru. A helyes válasz B. Az ingatlan gurú. Köszönöm szépen, és Jó. ez egyik legtöbbet egy szereplő nálatok. Igen, hogy a negyedik vagy hagyadik. Balázs a... és Balog Lacival szerintem itt versenyt. Hát baloglacit. Má... <laughs> szerintem ott sokan fogják bocsánat, már előzni. Bocsánat, <laughs> Valami a Valószínűleg az, ö... Tehát ő neki egy egy, egy fix számmal rendelkezik. Ó, A fiúk úgy az döntöttek, már. hogy azt a számot már nem növeljük. Az nem növeljük. Na, de egyébként az ingatlankomtól mást, ezt lehet, hogy még talán tán, Van, tán? Ott van, hát a Graf Peti vagy bármi. még, igen. Van. Tényleg az a srác, aki. Ja, így vannak. Az a srác, aki nálatokon. Na, őt, őt szívesen, nem? Na, tessék, Pé. akkor ezt már megkitaláltuk. Na mindegy, azt mondjuk, megbeszéljük. megbeszéljük. Na, szóval, hogy erről fogunk beszélni, mert hogy azért elég sok minden változott uh, hétfőre, hétfőre virradóan, mert hogy uh, Komoly, hát egy... komoly vasárnap volt. Igen, igen, én igen. Én vasárnap úgy feküdtem le, hogy azt hittem, hogy X a polgármester, és úgy keltem fel, hogy Y lett. Én lehet, is így voltam néztem, vele. hány órát aludtam, mert ugye ennél azért nagyon... Én is így, így reggel kinyitom, mondom, első, hogy telefont mondom, megnézem akkor, és így néztem. a Kari, az Geri megtartotta igen, az azért nagy, nagy fordulat volt az öregtől. És akkor lesz újra a számolás, meg minden egyébként? Tehát Aztán most nem az... tudjuk. Mert nem hát minket. elvileg úgy van, hogy egy csomó minden, tehát hogy csak azért, mert azt mondják, hogy szoros -e, ember nem lehet, lehet, hanem bele lehet kötni, és akkor ott a, hát jellemzően a vitézitén kevésbé láttam mostanában ezzel kapcsolatban nyilatkozni, de a karácsony az rengeteg helyen elmondta, hogy nem tudom, hogy három-négy szintje van, ameddig el lehet vinni azt, hogy ezt fellebezzék, hogy újra számolják, és akkor... Mm -hmm tehát, hogy a végén azt mondta, hogy ebből lehet egy politikai döntés, stb. stb. Mi igazán azért megpróbálunk nem a politikai részét bevonni, hanem nehez inkább lesz. a... Ne, nyilván nehéz lesz, biztos, biztos lesz, 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 igen. lesz, lesz. lesz. Tehát, Biztos, hogy te át lesz szőve veled, de azért megpróbálunk azért az ingatlan piaci, meg a biznisz, és, a, és az egyéb vonulatairól beszélni, ami mondjuk a kalmárokat érintheti. Na, de hogy kik vannak itt? Görzsöny Péter. Szia Péter! Igen. Ilyet is tudunk. Dani. Szűcs Attila, az ingatlan Páhojtól. <Szűk> Sziasztok. Csorba Dániel. Szia Dániel, a Dandan. Igen. Dandang a Na hát és akkor most dandang. pedig akkor főcím. főcím. Daniel, ez itt a kamáró, kamáró, tehát nem az volt a téma. Daniel. Na hát, jaj, a tapsot egy kicsit delay toljuk rá a dolgokra. Igen, mit szerettél volna kérdezni? Ne csak az, hogy néz meg ott a buszos, hogy nincs ja, valami igen, 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 igen. Szerkezetben. Mindig jó időzített e-maileket kapunk a műsorral kapcsolatban. hogy mindig így van. Igen. Na, hát uh, hol kezdjük? Szerintem akkor centrálisan haladjunk kifelé, Na. Kezdjük és a kezdjük, kezdjük fővárossal, hogy itt, uh, hát itt igazániból meghosszabbítódik elvileg, hogyha itt minden marad a régiben azért rezeg a léc. Lehetne majd kerületenként, mert ott is vannak azért, főleg a... Ja, van is kérdés. Nekem vagy. a kedvencem ez, hogy Orbán Viktor polgármester lett a Kovács Geri a két farkú kutyapártól. A 12. Igen, kerületnek MKKP lett a vezetése, az egy nagy, az egy nagy vicces. vicces. De hogyha globálisan nézzük például Budapestet, te ott látsz valami én azt gondolom, hogy ha Budapesten kizsgáljuk, és ugye nem politikáról, meg nem személyekről beszélünk, hanem városfejlesztésről, akkor ugye azokat a vetületeket érdemes ugye megnézni, hogy ugye melyik polgármester, vagy melyik várható polgármester, ugye most teljesen mindegy, hogy ugye, hogyha -e támogatni ugye a közlekedést, a tömegközlekedést, az, az autóközlekedést, a bicikli közlekedést. Ugye ez inkább ugye egy személyes kérdés is, hogyha sokat ülsz biciklin, akkor bizonyára máshogy látod ugyanazt a kérdést, mint hogyha sokat ülsz a városban, dugóban, és várod, hogy végre jöjjön az adrás úton egy biciklis menni, ha 10-20 percig kell várni ahhoz, hogy legalább egyet lássunk. De van egy dedikált sávjuk a biztonságban. De van egy dedikált ezek ugye, ugye, ezek ugye azt gondolom, hogy ugye inkább személyes gondolatok, hogy neked ez tetszik, vagy nem tetszik. Azért a tömegközlekedés az mindenkit érint, úgy gondolom, tehát azért ez egy nagyon komoly hívó szó lehet, hogyha valaki azzal tudja megszólítani az embereket, és azt gondolom, hogy ugye a, a vitézinek ez, ez alapvetően ugye a tömegközlekedés volt, ugye inkább, mint a, a kerékpárutak, ugye ez volt az ő hívó szava, de ebben azért ugye, ugye, senki nem mondta azt, hogy nem fogja a tömegközlekedést fejleszteni, tehát ugye ezzel azért még nem feltétlenül lehet választást nyerni. Úgy gondolom, hogy azt mondjuk, hogy fejlesztjük a tömegközlekedést, mert ki van ellene, senki nincs ellene. És ugye egy, egy megosztó az lett. Volna, Jolly Jokerek. Jolly Jokerek ezek a viszonylag biztos politikai dolgok, de ha ennek az ingatlanpiaci vetületét nézzük, akkor azt gondolom, hogy azt meg kell, hogy lássuk, hogy alapvetően nem csak most, hát már a 60-as, 70-es években odaépültek lakótelepek, ahol a metró megállt jellemzően, vagy legalább egy hetes busz mondjuk ugye a 15. kerület vég, végállomásán. Tehát semmi újdonságról nem beszélünk, ami most alakult volna ki, vagy nem egy mostani kampány témáról beszélünk, hanem egy 50 éves történetről beszélünk, hogy ahova 10 ezer ember megy lakni, vagy 100 ember megy lakni, oda el kell vinni egy lehetőleg kötött pályás közlekedés, egy egyebeket. Én azt gondolom, hogy ugye ebben, ebben ugye most az ingatlanfejlesztők utána mennek a szituációnak, és oda mennek ingatlant fejleszteni, ahol már van metró, mert nem várják, hogy 5 éven belül lesz egy új metróvonal, talán egy villamos, hogy itt azért a villamos nem egy annyira nagy dolog idézője ebben azt ugye azért lehet fejleszgetni itt a kisebb fejlesztési költségekkel, de itt azt gondolom, hogy mai városkép az nem fog nagyon sokat változni, hiszen nem várunk olyan jelentős beruházást, vagy olyan közlekedési fejlesztést. Ráadásul itt ugye ameddig ugye egy kormány és egy önkormányzati vezetés, vagy egy főváros önkormányzati vezetés nincs összhangban, tehát nem azonos színben versenyeznek, addig ugye azt is lehet sejteni, hogy megint csak a pénz nem ezért fog a városba áramlani, és nem lesznek óriási tömegközlekedés és fejlesztések, tehát lakóházat, irodaházat, kereskedelmi létesítményt ott fogunk látni a következő időben fejlődni, vagy egyáltalán csak megújulni, vagy fejleszteni bizonyos dolgokat, ahol már most ott van a közlekedés, ha csak valami ö, ö, egyéb dolgot nem publikálnak, de hogyha valamit publikálnak, annak is az eredménye, hogyha egy metrót nézünk, vagy egy komolyabb fejlesztést nézünk, három 5 év múlva lesz meg. A hévet és egyébként hívfejlesztést is bejelentették, visszavonták, most félig meg lesz az északi vonal, hogy a déli vonal nem lesz, meg ugye a Rászkevei vonal, vagy meg lesz, vagy nem lesz. Tehát így azért ugye nagyon nehéz, én azt gondolom, hogy ingatlanpiaci szempontból egyrészt a vevőknek döntést hozni, másrészt mondjuk pedig egy ingatlan fejlesztőnek azt mondani, hogy oda fejleszt egy 20-30-40-50 milliárdos ingatlan fejlesztést, amikor lehet, hogy holnap egy közlekedés visszavonnak, visszavonnak, mégsem vonnak vissza, tehát így azért a bizonytalanság az nekem, jelentős. Nekem, fővárosi szinten két észrevételem van, amelyet a csicsetbe adás előtt beszéltünk erről. Az egyik ugye, hogy most volt ugye a önkormányzati választások, és én azt hiszem észre, hogy ugye ezt beszéltük, hogy, hogy mint mintha nem a, nem a szakmaiság dominálna, nem azt nézik, mostani eredménye függetlenül, hogy ki hova szavazott az, hogy az elmúlt öt évben mi lett letéve arra az asztalra, hanem hogy ki ki tud el, és ez, ez nekem, nekem nem szimpatikus. Illetve a közösségi közlekedésről egy hozzáfűzni való van, hogy én itt azt látom, és ez, ez nem öt évre visszamenőleg, hanem jóval korábbra is, hogy ugye próbálják az embereket elterelni a közösségi közlekedésre. csak ezt akkor lehetne szerintem megcsinálni, ha a közösségi közlekedésnek a minőségét felfejlesztenék egy olyan szintre, hogy szívesen átülsz de amikor a mai napig 2024-ben nyáron a metrón nincs klíma, és most, ha belegondolsz, mész számból bébe tárgyalni, ugye most ingatlanosok vagyunk, és el kell menni lakást mutatni, és nem szeretnéd, mert délután kettőkor úgy elmenni egy belvárosi címre, hogy csatokban csatakba, csatakba, folyik rólad az izzadság. Szóval könnyű azt mondani, hogy pattanj el a tömegközlekedése fel, de én azt gondolom, hogy ezt akkor lehetne átültetni Isten igazából, hogyha ez a minősége meg lenne. Amúgy egyébként a jó, én egyre többet köz, tömegközlekedem, pont azért, mert hogy ezekért az egy órás utakért két kilométeren keresztül ezeket így egy kicsit így meguntam. Úgyhogy most már metrózom. Én ott szoktam telefonálni a kocsiból. hát, ah, ugye, olyan olyan, lehet csinálni. Hát lehet, de én, én rühellek már ott. Tehát inkább felszállok, néha emberekkel beszélgetek, találkozom. találkozom olyanokkal, akik nem ügyfelek. Wow, wow. Ne, ne, én nem. Igen, nem majd lesznek ez, én ez úgy indul, igen. mindig úgy indul, hogy egy beszélgetésnek indul, aztán Éh, elég el, elég el, elő, kell, kell a nagymama és utána azt el kell adni. Én hetesről hoztam be egyszer ingatlant is. Vannak ezek a négyes székek, és akkor egymásra szemben ültök, és akkor ott és hát doktor, De így, én amúgy így képzelem, ahogy a csorban belül négyes boxba, és akkor elkezd beszélgetni, hogy amúgy mi újság, merre hogy vagy, nem, én nem erről bármi, ami a kezében van, azról elkezdek Ismerősöm, ugye szoktam járni szaunázni, ismerősöm haverom, ő csináltatott vízzeló névekkertját, és a Lukácsba ő osztogatta, mint a cukrot, és volt is onnan megbízása. Látom, te is jársz ugye a jódos sósba. Igen. Én is. De híves, már jó, a héten kétszer voltunk családra. Végül is ez... De, de egy kicsit off topikon de, de, de vissza egyébként, mondjuk ezt már lehetne egy kerületekre szétszedni, mert hogy ez uglót érinti főként, mert láttam, hogy te is beraktad a zuglót, hogy ö, beszéljünk. Mondjuk én ott a, az eredményről fogalmam nincsen. Ott változás Bizt... volt. Igen, ott változás talán. volt, és ezért érdekes az e, ugló. Mert hogy ott mi, én akkor fölvezetném, aztán a változásról te beszélnél, mert hogy mondjuk ez valamelyes főpolgármester jelölti szint is, a Maxi Dubaj, hogy ott a karácsony az nagyon ellene volt, és ahogy most direkt <coughs> megnéztem, és én úgy, úgy emlékeztem, és igen, vitéz is e, e, támogatja ezt a történetet. Mert mint a Mini Dubajra gondolsz? Igen, Mini nem a... Maxi, de nem baj. Ne, Maxi Dubajnak Mini Dubaj. Minib Dubai, meg Dubai Mini Dubai, mert Maxi Dubájnak is hívták, nem? Mini. Hát, ahhoz képest, ugye, hogy az, az, az igazihoz képest. Az igazi de várjál, a Maxi az nem egy... Saxi -maxi. maxi. A Maxi, <laughs> az más. De neked tök úgy van meg az a szócian. szó, hogy mag... a Maxi az, az kicsi nyitő is, nem? Nem, Na, a Max -a az, az nyilván igen, de a Maxi... Nem, a mini Dubai. Jó, engedjük Men, el. Mini Dubai. most a Call to Action következik. Írjátok meg kommentben, hogy a Maxi mi a tökömet jelent. Köszönjük <laughs> szépen. Vagy csak nekem írjátok meg. Na szóval, hogy, hogy ott mind a ketten azért ellene vannak, hogy te szerinted ezt végig tudják majd most ütni, minden áron, tehát az a, a, a kormány végig fogja tolni ezen? Én azt gondolom, hogy egy ingatlan fejlesztő ebbe lehetőséget lát, és ekkora összeggel szeretne ide beruházni Magyarországgal, akkor ez át fog menni adott akkor esetben. Akkor megoldják Bizonyára lesznek ellenfelei ennek a projektnek, vagy, vagy ellenzői ennek a projektnek. Bizonyára lesznek olyan, olyan kompromisszumok, amiket meg kell kötni adott esetben, a közlekedés biztos, hogy fejlesztés. Lásd, egyes metrót és itt ki ugye akarják lehet, vinni. És oda. És akkor itt akkor lehet ugye kompromisszumokat kötni. Én azt gondolom, hogy a önkormányzatnak kell kompromisszumokat kötni. Tehát az, hogy a polgármesternek mi a személyes véleménye, az pont annyira fontos, mint az én személyes véleményem ebben a kérdésben, semennyi. Elkosztottan senged... itt az emberek véleménye és az emberek jó lenne a... Egy technikai a... jellegű kérdést engedj meg, az, hogyha egy projektet kiemelt projektnek minősít a kormány. Ott olyankor ö, van még beleszólás az önkormányzatnak, vagy ott már teljesen állami hatás körbe kerül minden. Gyeremző ugye ez arról szól, hogy egy projekt gyorsan és hatékonyan meg tudjon valósulni, tehát pont az ilyen ö, önkormányzati egyeztetéseket veszik ki ebből a rendszerből. Erre, azért, erre, erre volt a kérdésem, mert hát úgy átlépít, tudom. Azért átlépít, hogy azért ez a... nem teljesen sima, mert azért ugye attól függetlenül ez egy legális folyamat, tehát attól függetlenül az építésengedét meg kell szerezni, útkapcsolatokkal kell foglalkozni. De például nem kell stb. csinálni hatástanulmányt, úgy tudom. Gyorsítja, gyorsítja, a folyamatokat, de ugye meg kell, hogy szerezzen a projektetől függetlenül minden olyan engedélyt, amiben azért ugye vannak szakhatóságok, önkormányzati vagy egyéb szakhatósági dolgok. Csak azért dobtam hát mert, mert a mini ezeket. Dubajnál ugye pecegetétek, hogy mekkora beleszólása lesz az önkormányzatnak, és úgy tudom, hogy az kiemelt kormányprojekt, onnantól kezdve gyakorlatilag szerintem minimális. Maxi Dubajnak is hívják. A Maxi ez egyébként tényleg. nem még az 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 hát Nem, csak nem meg. Nem tudtok beszélni, bazd meg. Na, szóval, <laughs> szóval hogy akkor ezek szerint ez, ez nagy valószínűséggel bárki is legyen a, a, a főpolgármester. Ez, ez, ez a megbeszélés a beruházón fog múlni alapvetően, és alapvetően egy beruházó, egy külföldi beruházó az állammal szeret tárgyalni egy ekkora volumenő projektben. Értem nem egy kerületi polgármesterrel mondjuk, aki egyébként Zuglóban éppen változik vagy bármely más kerületben éppen változik. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen logikus, hogyha egy egy viszonylag komoly beruházásról van szó, akkor az államnak ugye a most támogatását kérez. Ugye most szóba maga maga került... A momentumos szóba lenne. került ugye most a, a Maxi Dubai és ugye itt jöttek a városképpel stb. 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 és erről meg ugye beszélgettünk a Daniékkal, hogy itt azért az elmúlt 30 évben az a terület amiről beszélünk, hogy ez a Rákos rendező gyakorlatilag az életjóta világon semmi nem történt az ott egy ilyen fekete lyuk Budapestnek és pont azt beszéltük, hogy most tényleg ha félretéve a politikát értem én, hogy itt lehet most a város kihai, nem szeretem a felülkarszokat, jobban szeretnék ilyen dizájnos kis de gyerekek pénzről szól a történet, és oda a, világ pénze nem elég, és ez az, amit te mondtál, és erre próbálok reflektálni, hogy itt egy komoly befektető óriási tőkét hoz be Magyarországra, és ezt önerőből egyetlen egy önkormányzat, hogy állam nem tudná megcsinálni, én azt gondolom én fejlődéspárti vagyok alapvetően. Én azt hogy az ingatlan szakmának fejlődéspártinak kell lennie, és hogyha nem, akkor ez egy örökségvédelmi műsor lenne, és akkor a, az Andrássy <laughs> út értékeiről beszélnénk, aminek <laughs> az, mondja, hogy, hogy, <laughs> hogy, ott helye van. Tehát az Andrási útra ne rakjunk fel, hők a egyebeket. Az teljesen másról szól. De hogyha egy több száz méterrel, több kilométerrel odébb vagyunk, akkor azt gondolom, és nem megbántani akkor ma minket hallgató nyugdíjasokat, de nem a helyi nyugdíjasokat fogom megkérdezni arról, hogy ők mit szeretnének látni, hanem én az unokáikat szeretném megkérdezni arról, hogy amikor majd 20 év múlva ránéznek az épületre, akkor ott az nekik szép lesz-e? Kevem válasz, de teljesen egyetértek. Vagy védelkos. a fogyasztót szeretném megkérdezni, tehát hogyha most azt mondom, hogy, hogy ott ugye létesül majd valami, ott lesznek mondjuk éttermek, büfék, szolgáltatás, szórakozó esély ki fogod fogyasztani? Az, aki ma már nem fogyaszt, mert nem engedheti meg magának, vagy már nem érdekli, mert nyugdíjas és nem jár moziba, meg szórakozni, meg étterembe, meg egyebek, akkor miért nem a fogyasztóval foglalkozunk egy kicsit, vagy ugye itt a, a turizmusról beszélgetünk, ugye a turizmus, nekem nagyon szomorú, hogy évek óta a belvárosban a turizmus az, az az, olcsó angol részek turista. Tehát, hogy, hogy, Holland, hogy vagy És holad. Vagy <laughs> ez a, az a leány, legény búcsú, Tehát, az hogy, az, a vicces, amikor a itt, ittas itt férfiak mászkálnak a városban, aztán, be, aztán most egyre több ittas nőt látunk a városban, tehát most már nem csak legény búcsúra, hanem búcsúra is húzza húzzák egymást a lányok. Vicces, de valójában, amiután kinevetted magadat, átgondolod, hogy ez szánalmas, mert a te fővárosodban a legszebb helyen az Andrási úton okád valaki egy kapuajban, azért az nem oké, meg annak sem, aki ott lakik, annak sem oké adott esetben. Tehát azon, hogy ezen kellene emelni. Ugye lesz egy reptér, van egy reptérvásárlás. Meg volt, igen. Ugyan meg szó, meg hát, vett, túl meg, vagyunk, nem? Miink? Megvettük, miink? 80 át 80, 80, 80 a állami kézben van, mert 20 a igen. meg. Ír. Fejeként 150 ezeret költöttük Tehát ha már ezek eldöntött dolgok, és lesz, van egy repterünk, és akkor azt gondolom, hogy legyen egy jó idegenforgalmunk is, de ehhez fejlődni kell. Tehát azt gondolom, hogy az Andrássy út omladozó homlokzatú házait, ahol a földszinti lakók gátolják 20 éve sikeresen a társasheznek a felújítását, az egyre kevésbé el lehet eladni, meg a Gulyás levest, meg a Váci utcát egyre kevésbé lehet eladni az külföldieknek. Ezért csináltak nem. most egy jó kis influencer marketinget, ez megvan? Nem? Hogy mindenkit ide hoztak a. a, a, a ez a, nagyon sok támadást kapott. Igen, igen. Orbánra elég, azok elhoztak rengeteg influencert ilyen nemzetközi nagy ágyuka, tehát ilyen 8 10 hova? milliós Budapestre, és az akkor akkor végigvitték hogy... halászbástyán. Jaj, megmutatták neki akkor mindenki. igen, és akkor csinálták tudod a sortokat, meg az De ez ez nem egy rossz ötlet. Szerintem egy rohadt ötlet, és én nem Szerintem értem is. azt, hogy ebbe ki és mi értem, hogy miért állt bele, ez -hát, mert... a politika bele van szőve, de... Ez az, amit nem, az nem, 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 az, most egy távolabb bocs, csak hogy a, vagy kontextusba tegyük. Ez azért van, mert hogy most volt a Met ha ez bárkinek bármit is mondott, szoktak a celebek felvonulni, mm. és akkor uh, uh, most már nyilván nem csak színészek, zenészeket hívnak meg, hanem már influencereket is, akik így nagyjából. Véleményvezérek. Hát igen, 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 akik azért nem annyi mindent tesznek le az asztalra, és uh, és ott volt egy. Magyar influencerként, igen, yeah. mondja. Csak. Hát de azt is, hogy most azért. Van helyi, tehát van azért annyi önreflexió, hogy lássam, hogy nem ez Daniel a... Dani a szakmai, influencer. Megint más az Igen. influencer, aki mondjuk egy ilyen szempiló Pózol a TikTokon, meg megint más mondjuk, aki egy milliárdos kastély. Vagy jön egy Dancsó Péter, aki csak direkt ilyen izéket, ilyen kiakasztott tartalmakat csinál, és bramát. Én is értetséget itt az Instagramon. Én rohatjukat röhögtem azokon a videókon. Azért beszélhetünk egy gitáros emberről, és hogy ki milyen videókat csinálta egy lejáratásunk érdekében. Látunk sok mindent. Igen, na mindegy, hogy ott az volt, hogy a Matt Gálán ott az egyik ilyen influencer. Mondtam, hogy, hogy nem tudom, adjatok kalácsot a nép, vagy egyetek kalácsot, és akkor ez a Mária Antonet, amikor lefejezték ő neki, ő mondta a francia forradalomba, és kb. ez ilyen. Ez volt az utolsó csepp, és akkor ez egy ilyen két-három hetel elindította azt, hogy kik elkezdték a, a követők kikövetni az influencereket. és a, Erre volt ez uh, még egy a, a magyar uh, vonatkozása is, illetve itthon, hogy a magyarok is el tudták kezdeni ezt a, ezt a kikövetést, és, el, és, volt egy ilyen apropója ennek. Mind a mellett persze volt egy erős politikai Dani, vonzata is, hogy kurva sok A világ mindig változik. 10-20 évvel ezelőtt azt se tudtuk, mi az, hogy influencer. Lehet, hogy 10-20 év múlva megint nem fogjuk tudni, mi az, hogy influencer, Remélyik. mert más, más lesz helyette. De jelen pillanatban még ez a, hát most nevezzük szakmának ez az influencerkedés azért egy nagyon komoly reklámértéket képvisel. Nem egyszer hallottam reklámszakemberektől, hogy az influencer marketing, ha az jól van csinálva, iszonyatosan tud a terméken Persze. dobni. És az, hogy ezt most eltültették egy, egy országimásba, és, és ezek tényleg nagyon jó bekövetett influencerek, ennek van szakmai alapja, nem kicsi. Az, hogy tíz év múlva az influencerkedés az most menő lesz -e még, vagy rövid időn belül a világon le fog menni, mint régen az NFT-k, ugye? Mekkora só volt most, meg már nem is hallasz róla. Nem lehet tudni, de jelen pillanatban még működik, és szerintem ez nem volt rossz ötlet. Én is jónak tartom, én azt gondolom, hogy pont azzal összhangban, hogy ugye én azt gondolom, hogy mi mindannyian szeretnénk, hogy fejlődjön a város. Az ingatlan tulajdonosoknak érdeke, hogy az ingatlanaik többet érjenek. A vendéglátósoknak érdeke, hogy ne olcsó turistákkal, hanem legalább egy normálisan fizető. Tehát nem a legluxusabb történetekről beszélünk, de hát fizessék már ki a, az ételi talárát, és ne otthon az Airbnb lakásban kortyolgassák a spárban megvett söröket, vagy akárhol megvett söröket. Tehát azt gondolom, hogy ebben előre kéne lépni, és ennek a része az, hogy igenis csinálunk egy rendes marketinget, és 2024-ben ebben ennek ma már az internetes, vagy az Ugyan, online vagy az influencer marketingnek helye van, úgy gondolom. Ez ugyanaz, mert bocsánat, egy átkötés, egy két nappal ezelőtt láttam, egy, egy lenti balatoni lángosütő elmondta, hogy miért 2000 forint a lángos, és akkor tételesen ezt levezette, hogy valami ilyesmi. És Köszönöm. ugye rengetegszer láttuk azt, hogy megy a hisztő, hogy mi az, hogy a Balatonon 2000 forint alatt nincs lángos, és általában sok esetben ezt azok az emberek mondják, akik évente egyszer lemennek, és... Ö, Szóval gyerekek. És nem esznek lángos. És nem És nem esznek álló. Álló. E -e 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 látják de, a kinakadó, egy hogy egy példa, amit Péter fölvett. Én azt gondolom, hogy lehet az az lángos 1500 forint, csak akkor kétszer annyi embernek kell, hogy menjen a balatorra. Tehát, Igen. hogy mozgassuk Igen. meg Abszolút. az embereket, és hogyha majd azt látja, ha majd nem látja a sor végét a Igen. lángos sütőben a lángos, és akkor majd átgondolja az árazását, mert akkor rögtön ő is tud számolni. Tehát biztos, hogy jobban tud számolni, mint bárki más, aki a Facebookon kommentál a lángos árára. meg az embereket. De egyébként, meg hogyha belegondolsz, ugye ez egy szemben az egyik. Dugik van, a másik üres. Miért üres az egyik? Miért van Dugik? Nem feltétlen az ár miatt, hanem a minőség miatt. Ha két lángosost egymás mellé teszel, az egyiknél sor van 2000 forintért, a másiknél senki nincs 1800-ért, valószínűleg te is a 2000-esbe fogsz beállni, mert tudod, hogy ott, ott van a, a minőség. Hihíja, megadom, is van oké, Tehát de. Rengeteg, rengeteg olyan dolgot lehetne felsorolni ezzel kapcsolatban. Beszéljünk a 12. kerületről, akkor így lángoson menjünk tovább. A, próbáltam is már visszahúzni. A, a, gondol, a, a 12. kerületben ott a, ami érdekesség lesz, hogy azért ott rengeteg olyan uh, storyt minden évben van, túlépítkezés, kivágják a fákat. Nem is volt engedély, úgy építettek rá, nem is lehetne építeni, mert mondjuk a pilisi parkerdőnek egyik része. És most azért egy olyan polgármester lesz ott, Kovács Gergely személyében, aki eddig legalábbis... két is, Igen, kétfarkú kutyapártnától, hogy eddig azért eléggé erőteljesen úgy néz ki, hogy nem annyira pénzmotivált. Tudod, hány százalékkal nyert? Nem tudom. 54. Elég jó. És a második az ilyen 30 körül teljesített. Nagyon szóval... nagy számmal nyert, igen. igen. Nagyon jól tolták a kampányt, nagyon tudatos én, volt. én először gondolkodtam azon, hogy gyerekek, Oké, okay, tök jó fej, meg amikor csinált ezeket a hekkeket, a, a kétforgó kutyapárt, padfestés, micsoda festés, stb. Ja, hita, azt De az gondolkodtam, hogy az már egy másik kávéházi polgármesteri dolog, és hogy, hogy az Istenben lehetett ilyen eredményt elérni, és állítólag most így hallottam, hogy ő korábban azért elég komoly munkát végeztek a 12. kerületben, hát meg ő ott lakik, és, is ott lakik, és, és szakmai, is volt szakmai végig. Elég, elég, sok szakmai dolgot letettek az asztalra, Így ezt megelőzően ezt nem tudtam, csak ugye először csodálkoztam, hogy hogy, hogy lett lehet egy, egy kerületbe a két fakú útjapárt egy 54%-kal magasan vitte. Hát akár. ő az előző öt évben már ott dolgozott. Igen. Na de a az... kérdés az az, hogy szerinted így ingatlan szempontjából ez mit fog, tehát nem tudom, bont, visszabontások, vagy mi lehet a... É, hadd kezdjük onnan, ugye most itt az amit felsoroltam, hogy bárki azt gondolja, hogy ez egy 12. kerületi jelenség. Nem, ez budai az, önt, az nem, ez mindenhol jelen van, csak ja, kispesten nem szokták a fakivágás Igen. reggedét kérni, hanem szombat reggel, hétkor, mert ugye akkor fog a legélesebben ugye a, Igen. a akkor <laughs> vágják ki a fákat. De ott a szomszéd se jelenti föl, mert tegnap meg, meg ugyanúgy kivágta. Ő meg Az, hogy a házak nőnek, tehát hogy egy kis előtetőt kap, aztán az oldalt kap az előtető, aztán már emeletet is építenek rá. Hát szegény ez sársz, hogy működik. a igen, is ez is volt. Igen, tehát ez pont az amisor ugyanúgy ott, és hogy az egész utca csinálta, csak őt fogták meg igen. vele. Most annyi, hogy itt ugye a 12. keretben ez gazdag emberek, vagy ismert emberek csinálják, tehát hogyha mondjuk a Kispesten a marinéni csinálja, abból nem lesz újsághír. Ugye viszont, hogyha egy egyébként a sajtóból ismert politikus ember, bárki, akkor ugye azt előveszük, hogy ő hogy merte kivágni azt a fát, meg ő hogy merte egy, mit tudom én, egy medencét oda rakni vagy egyebek, ezt mindenhol máshol csinálják, és vidéken ezt még durvábban csinálják, tehát gyakorlatilag ott bármilyen ami elérhető, képesek egy plusz szobát megépíteni az emberek, tehát itt, és ott sem lesz visszabontás, azt gondolom. Itt lehet, hogy lesz visszabontás, mert jobban a kirakatban van, és hogyha ezt megígérte az új polgármester, akkor bizonyára ezeknek neki fog futni, és bizonyára az emberekben lesz egy ilyen kélyes jó érzet, hogy na most akkor az azt ismert volt, embernek tehát... lebontották a házának a felét, vagy megbüntették, vagy egyebek ez egészen egyszerűen azt gondolom, hogy aki a 12. keretben megy, és fölvállalja azt, hogy kilép a, a, reflektorfénybe, és ott ugye megveszi a másik két milliárdos ingatlan, akkor, akkor ezzel majd Igen. együtt járnak bizonyos dolgok. Ha Kispesten venne 100 millió forint családjázat, és egyébként szépen köszönne a, a szomszédainak, vele. semmi probléma nem lenne ebből. Nem tudom, nektek Budapestből valamilyen kerület van még, mert nekem én hát mennék az a érdekes, meg a Ez hát, 9. kerület Baranyi, Baranyi Krisztina, ugye ő, ő volt az, aki ott elég keményen beleállt a, az atlétikai sztorinál, meg ugye a rosdővezet. És most ő, ugye ő korábban is ő volt, hogy jól Igen. tudom, a polgármester, szóval ő azért ott egy elég kemény. Elég kemény de én a belvárosra inkább arra gondoltam, hogy az Airbnb, tehát hogy az ingatlanpiaci hatásokat nézzük. Mm. Most ugye akkor azt gondolom, hogy az Airbnb-ről külön kell beszélni. Én nem láttam kampánytémának ezt egyébként a polgármesterek esetében. Tehát én például azt gondolom, hogy egy belvárosi polgármester jelöltől én elvárnám azt, hogy, hogy az Airbnb egy top téma gyakorlatilag a belvárosban. Tessék kimondani, hogy ő mit akar ezzel az egészszel kezdeni, hiszen ugye adott esetben ma az ott lakóknak a vagy át az értékét, a hasznosíthatóságát, ugye ez befolyásolja. Ö, nem látsz ebben egy kis konteót azzal kapcsolatban, hogy azért nincs ez, amúgy meg tök igazad van, hogy szerintem ez egy dobogós téma, hanem a top 1, azért, mert ott azért elég komoly ereje van a, a vendéglátólobbinak is. Úgy értem, hogy önkormányzati szinten. Igazad van, az oka ez. De, de, ez egy kicsit ugye meg, megint meg csak színészkedés, tehát hogy a, az embereknek ezt mondom, a vendéglátósoktól adott esetben Ezek a politikusok vagy, vagy pénzt, tök mindegy, elfogadok valamit, vagy csak nem megyek nekik, mert azért ugye mégiscsak vendéglátós lobby. Így azért ugye nehéz politizálni, hogy a programodból jön, mi, rakott a közlekedés Tehát azt rakta a hát azt hogy tudom, hogy a, a hetedik kerületbe, a hetedik kerület, ugye Niedermüller a hetedik kerület, azt tudom, hogy gyakorlatilag e, az utcáknak. Az egy, ugye régen megvolt az a logika, egyirányú utcák, egyik erre, hát, másik ami a arra. A nem meg ilyenek, hát agyvérzés kapok. Figyelj, tőle. a taxisok azok körjöntek, amikor ezt megcsinálták. Hát én is, de először bementem a szabálytalamba. Tehát reflexből közlekedtél, mentél befelé. Meg és volt ott egy logika, visszafele. nem reflex, egy logika megvolt, amit száz éve működött. Ja, ja, meg ja. volt egy logika a belvárosi közlekedésnek. Ez, a, az az nyilván tőle. ez is annak a tervnek a része, hogy minél inkább menjek ki a vagy hát, hogy nem megy be autóval. Én arról beszélek, hogy oké. Okay, de hogyha egy le... után senki nem megy be, akkor ki lesz ott? Tehát ez egy... <gül> Meg <gül> <hogy> mit csinálsz <laughs> helyette? Szóval én elhiszem, hogy itt lehet verni a, a ülj fel biciklire, menj ide, menj oda, stb., kíváncsi vagyok, hogyha te mondjuk ingatlanos, vagy, ez ingatlanos műsor, és el kell mondjuk fotózni, felvenni lakás, zakóba, minden, elhiszem, hogy trendi, mondjuk egy 18 éves gyerek is trendi, is szűk, zarás ne zakóba, lehet. felül a békába elmegy, de. de mondjuk én a, a más feletti kilómmal felülök a biciklimre, zakóba, és eltekerek elbú bébe, nem, 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 meg. Szóval gyakorlatilag akkor regízi. lehetne szétcseszni a forgalmat, hogyha helyette megfelelő alternatívát tudnak csinálni. Én azt hogy azt ma ki kell, hogy jelentsük, hogy egy belvárosi ház az úgy néz ki, hogy a földszinten üzlet vagy iroda van, tehát valami funkció, igen. ami nem lakód, és nem üres, és nem, és nem egy húsz éve kiadó tábla van hanem alapvetően működik. Bérleti díjat termel, üzemel, forgalmat hoz, adóbevételt termel az önkormányzatnak, fölött pedig akár egy 50-50 százalékban -50 bérleti célú hasznosítás és lakhatási célú hasznosításon. Ha halatta ha olyan szórakozó hely van, buli negyedbe vagy, akkor értem, szerint közel 100 százalék se hasznosítás, igen, mert igen. nem Sőt, fogják akkor a lakók jól érezni magukat. Ezzel nem lehet tiltani. Alul üzletek voltak, mindig az volt, legalábbis nekem a régi emlékeim a belvárosból azok, ahol lent üzletek voltak, ugye a dupla per nézetméter közös költséget fizetek az üzletek, és ezzel kompenzálódtak a fent lévő lakásoknak a közös költség, és ebben, olcsó csak volt. ebben elvárható az, hogy mondjuk a lakók ne jelentsék fel minden héten az üzleteket. Ez mert elég vicces, ugye az, hogy ő valóban. Ugye, tehát igen. én azt gondolom, hogy ezekre nehéz azt mondani, hogy akkor erről ne beszéljünk, vagy másról beszéljünk. Nem a belvárosban, erről kell beszélnünk a külvárosban, arról kell beszélnünk, hogy, hogy mondjuk ha nincs iskola, hogy lesz iskola például. Vagy, vagy hogyha most egy picit tágítjuk a kört. az agglomerációban lakok, ott is szavaztam, Pest listára szavaz, Pest és megyei listára kellett szavaznunk. Ötletem nincs, hogy mit csinálnak a Pest megyei képviselők, mert nem tudom, hogy kik azok mit csinálnak, vagy nekem a én sziget szemiklós alakok, hogy ott a életünkre milyen hatása van. Én azt látom, hogy Pest megyei szinten nincsenek összefogva a kis települések, minden településen párhuzamos funkció képülnek ki, tehát minden településen már van két sportcsarnok, meg, meg meg egyebek. Nem biztos, hogy kell, mert én, hogyha a gyerekemet X sportra akarom járatni, akkor át tudom vinni a szomszéd településre. Miközben a két településen, vagy három településen nincs egy rendbe levő orvosi rendelő. Tehát hogy, tehát, hogy nem lehetne ezt valahogyan összefogni. Ez persmegyei er... szint, ha már szavazok egy persmegyei listára, hogyha már beülnek mondjuk oda emberek adófizetők pénzén, minden lenne, hogyha összefognák a városfejlesztéseket, és nem minden város a másik. Tehát Szigetszemiklós miért versenyez Dunaharasztival vagy érdel? Ez nem egy verseny, tehát itt alapvetően azért kéne versenyezni, hogy a helyi emberek megtalálják a szolgáltatásaikat, és igen, jégcsarnok nem lesz. vagy majd átjár a szomszéd településre, aki hókézik. Bocsánat, a De nem lehet nem minden leszek. települése jégcsarnok, érted? Amit Ez a pet, mondom, nem, leszek, nem leszek szimpatikus, de az még egy mondatereig visszakonyolodva, ugye? Nekem az is egy picit tűnik, hogy ugye eh, voltak tüntetések, útlakók, az jó, persze van alapja, mindenek van alapja, ugye holland, angol turisták odaúgyoznak a, oda a kapajba, alapvetően azért, oda nézzük hány. a másik oldalát. Jó jóformán az Airbnb-nek köszönhető, hogy mondjuk egy ö, ö, Külső környékén 1 millió 200 ezer a név. 1 millió mér. 200 ezeri acel egy földszinti udvari szart, ja, 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 mert bocsánat a kifejezését, amit még az Airbnb belit, még az őskorba gyakorlatilag nemhogy. 400 vagy 300 nem tudtál adni, ember nem vette meg, nem költözött uh -huh. be oda ember. Uh -huh. Most gyakorlatilag megveszik, felújítják, csinálnak bele egy ilyen ikes csiribiri vackót, és gyakorlatilag horror áron uh, adják el, és megveszik. Egyébként... Most a 9. kerületben láttam egy 123 négyzetméteres panellakás 110 millióért. Ó, oh, yeah. Most tökös, 110 ér panellakás. Nem valószínű, hogy el lesz adva. Az, az De, de egy... nem, ér, nem éreztek ebbe egy kis, Egyébként. kis ellentmondást? Hogy volt... azért nem hisztizek, bocsánat, azért nem hisztizek, hogy a a korábban 10 évvel ezelőtt 30 milliót ért ingatlan, most ér 90 milliót, vagy 80 milliót. De, de nem akarják, de... akarja elkótya vetjeni. Jó, de felejtem. szerintem... Ezek... ja, és még nem is akarják. De vetjeni. szerintem ezeket így nem kötöd össze, meg nem... Azért megnézném azt, hogy mondjuk lokális... De nem, egy lokális növekményt és mondjuk egy országos növekményt, hogy Azokon a régiókon, ahol Airbnb van, de erre nem locsolnék rá a centiliseket munkaórákat. Locsoltam. De igen, egyébként itt rá lehetne egy decilis centilis ilyen dolgokat. is kilóakat. De nem, hát így jönnek ki, hogy az Airbnb milyen hatással van, hogy mondjuk a belvárosban mennyivel nőttek az árak, mondjuk egy 17. kerülethez képest. Dani, egy szondi, szondi utcába, ahol régen gyakorlatilag össz... tele volt mindegy, szóval nem egy biztonságos Jó, környék volt. És most, 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 már egy főszinti udvari szújtkot, ami életbe napsütés nem jut be, Ad, adnak el gyakorlatilag mondjuk egy e, ha, 40 négyzetméteres lakás 65-70 ér. Akkor miről beszélsz? Hadd közelítsen meg máshonnan a problémát. Lehet elemzéseket csinálni és keresni az árnövekményeket, de a Belvárosba lakni egyre kevesebben akarnak, Ez nem kellenek még elemzések, Igen, hanem van. alapvetően a Belváros ma egyre inkább a turizmushoz kezd, nem csak nálunk, más európai országokban. De is lehetett állt. látni a, a szavazásokból is, hogy ilyen pár ezer ember volt, akik ott, Akár a, ott is le lehet az ötödik kerületi polgármestert megválasztották. Tehát, meg, tehát, hogy nagyon kevesen vannak. Csak akkor erre kell ráállni. Tehát azt gondolom, hogy itt ugye nagyon sokszor mi, nem is, vagy nem mi, hát akik a döntéshozók, így keresgetik az utat, meg nem kell keresni az utat, ez ki van a lakóval. Tehát alapvetően ezt kell kiszolgálni a vendéglátóst, a lakót, a külvárosban a lakónak azt, hogy legyen... De, nyugalma alapvetően a belvárosban az, hogy legyen nyüzsgés, és akkor ugye úgy elég furcsa, amikor hogy néha jön egy polgármesterről, aki az ellenkezőjét akarja csinálni, tehát ez a ne menj be gyereki, Miért akarunk mindig szembe menni? Azért, mert van egy kör, legyenek azok fiatalok, idősek, bárki, aki azt mondja, hogy ne. Értem, nem, so, nem sorolnám ide mondjuk a környezetvédelmet. Tehát ez nem mehet mondjuk a környezeti ügyeknek a kárára, azt gondolom, meg az egyéb érdekcsoportoknak a kárára. De az, hogy a helyi kisnyugdíjasok szépérzékének a kárára megy mondjuk egy fejlesztés, hát én azt, leszarom most elnézést. Tehát most ö, alapvetően nem róluk szól a jövő, az hanem a gyerekükről leállt. és az unokájukról nem szól a dolog. Az építész Az építész nem a múltat rajzolgatja le, hanem az építész egy olyan építé épületet tervez, Emlékezzek... amire 20 év múlva is azt mondják, hogy az egy épület. Emlékeztek arra a képre, még a Kantinba is betette az egyik kolléga, egy hölgy, hogy ugye most visszatérve picit a mini Dubajra, vagy a maxi Dubajra, hogy a, ha megállnánk a hősök terénél, akkor ugye ott vannak a, a szobrok, és, mögött én mögötte a távolba hogyan látszanának, egy látványképpen meg volt csinálva a felhőkarcolk, és hogy ez, ez micsoda, és akkor ott ment, hogy ez, ez városképügyileg, stb. 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 Emlékeztek erre? hogy Én egy is. ilyen városban szeretnék élni, megmondom őszintén, amikor a, a történelmi érték is ott van, de, de van egy fejlődési irányos És van ott most egy rákos rendező, ami ha. gyakorlatilag egy 40 hát, éve ott rohad, és a hajléktalanok megkálja. Tehát... De tényleg, szóval... Jó, e, oké. Okay. Budapesten akkor ki mindent. Ami fontos. Én, Dani én, talált ami... valamit, látsz. Nem, hanem vannak olyan szerintem települések, ami érdekesek lehetnének, vagy lehetnek. Mondjuk ilyen nagy sorsfordító itt például nem történt, de Debrecen az, az azért ingatlan pinyat szempontjában, ami egyre többet járunk le, sajnos. Mert olyan szempontból sajnos, hogy rühellek autóban ülni. De hogy, hogy viszont az ingatlan piacot iszonyat brutál. Tehát, hogy minden bemész, és mindenhol építkeznek. Nem tudom, hogy te mit látsz abban, hogy hihetetlen mennyiségű lét tolnak oda be. Ugye Debrecenben ugye gyárépítések vannak. Igen. Én azt gondolom, hogy egy picit talán túl van gondolva az egyéni ingatlan befektetés ott, mert én egyáltalán nem hiszek abban, hogy ezek a gyárak ki fogják engedni rövid távon vagy hosszú távon ugye egyáltalán a munkavállalóikat. Hiszen ott ugye akkor a volumenű, akkor a kritikus tömeg jelenik meg, amit egyébként butasság lenne szétszórni a városban, majd utána a tömegközlekedéssel utaztatni be őket, vagy buszjárattal összeszedni. Ezek, ezek a, ezek a gyárak, ha most nem is konténerváros. Munkás, szállod, vagy konténervárost, akkor azért nem építi meg, mert nem ez a fókusz, hanem az a fókusz, hogy az üzem megnyisson. Ha az üzem megnyitott, akkor a következő az lesz, hogy hova rakja az embereket, hány méterre, nem hány kilométerre, hány méterre rakja a gyárkaputtal az embereket, majd utána valaki még abban is üzletet vagy szervezettséget fog látni, hogy hol eteti ezeket az embereket. Vagy egyáltalán kell ennek az ellátás biztonsága, tehát hogy ne kapjon minden munkás egyszerre hasmenést, ezért megfelelő minőségű ételt kell nekik adni. Tehát itt nem az a kérdés, hogy a munkavállaló jól érzi magát, a, meg számot? szereti a várost nézé és talán az, hogy hány perc alatt térbe be Most dolgozni. Hány, tudjátok, téged? én, én a, ugye volt a Kamilo múltkor a vendégünk, és ott Szegedről volt szó, és mondta, hogy három valahány száz, aminek a fele lesz a, a, külföldről bejött munkavállalók, és utána valaki beírta, vagy, vagy műsorban láttam, nem is tudom, de a javítsatok, hogy hogy ez Debrecenbe tippeljetek, hogy hány, ha, mekkor ez a szám. Külföldiekről beszélek, akik Szerintem négy-öt egy nullát egy oda, jó mondtad, 40-50 ezer. Ez nem igaz. Akkor lehet... Nem lehet igaz. annyi, nem, nem lehet igaz. Akkor, akkor a, a egy olyan pull-to-action, to action, to akkor légy szíves, aki ezt tudja, kérlek írjátok már meg, igaz. hogy, biztos, hogy nem mekkora a betelepülés várható Debrecenben. Alapvetően ma már ezekben az üzemekben romott technológiával, tehát itt ugye már nem összeszerelő, van összeszerelés, de már az is más, hogy van, 3-4 ezer emberről van. szó, csak képzeld el azt, hogy mondjuk megjelenik 3-4 ezer külföldi egy 200 ezeres városban az is látható. Tehát azért alapvetően arról beszélünk, hogy ezek az emberek, hogyha csak a szabad napjukon kimennek a városba, akkor megváltozik a városnak az élete. Sőt, hogy tudom, és hogy melyik műsor volt talán nem... a Brutinak, vagy nem tudom melyik műsorából, hogy neki volt, vagy nem tudom, de az a lényeg, hogy megkérdezte, hogy gondoljatok abba bele, hogy ezek általában jön 40-50 ezer túlnyomó részt heteroszexuális ember, és az ott kivel fog, bocsánat a kifejezéssel, szexelni. Az, az, az tudom, hogy egy nagyon... Mi? De, J -j 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 Jó értettad a kérdést. Eg, hogy Jó értett, tehát bejön... bejön. Most, de egy de, olyan, két... a, tehát a, Péter azt gondolja, hogy ez egy új üzleti lehetőség, hogy ezt az igényt kiszolgál. Erre akarod ezt a műsort ívényt így fölhúzni? Ezt most, hogy mondod, elgondolkodható, de nem. A BMW gyárban, megmondom a pontos számokat, évvégéig ezer, a teljes létszám 1500 fő lesz. És most 70 állás van hirdetve már a BMW-ben. Nincs 40-50 ezer, összesen lesz ezer. Én azt mondom, hogy abban lesz egy nagy kérdés hogy ebből hány olyan magyar munkavállalót találnak, aki egyáltalán alkalmas, meg el akar menni, meg elfogadja ezt a bért, amit ott fizetnek. De lesz ami... nem tudom, hány akkumulátorgyárot a környéken. Az a az fejében a BMW lesz 1500. Tehát a 4000 fölé nem fog menni a kumulátorgyáros túl minden itt az. És ez is AI technológia lesz. Tehát rengeteg robotika, mesterség a a a és intelligencia, stb. A 40-50 ezer az egy egész ország életét borítaná föl, nem csak egy De 3-4 is jelentős adott esetben. A probléma, az ingatlan piacra visszatérően a problémát abból látom, hogy most mindenki azt gondolja, hogy ez a 3-4 ezer ember ez ilyen kis másfél szobás lakásokat fog bérelni Debrecen lakótelepi részén, és most elmegy 3-4 nem most már évek óta zajlik ez a bevásárlás, és megcsinálják ott a lakásokat, és várni fogják, hogy az ott dolgozókat, akik szerintem gyárkapun belül vagy gyárkapukhoz közeli munkásszálláson fognak lakni, nem fognak a városi életére rászabadulni, nem fogják a hétköznapi infrastruktúrát terhelni, hanem központosítottan fog ez megjelenni. Hát ez is egy üzlet innentől kezdve. Tehát ahogyan te az előbb a szexuális igényeiket megfogalmazta, az én nem nem én, nem én a, üzlet, az, az a... de, valóban igaza a, a Peti. a Bruti volt, vagy ki, ez, ez, Akkor nem a Peti. Csak nem csak remélem, hogy ilyen csak fasz nem a Bruti volt, de nem tudom ezt más, hogy mondani egy ilyen. De, mondjuk, de mondjuk, hogy erről a témáról, akkor enni biztos, hogy fognak. 3000-4000 embernek az étkeztetés egy piszok nagy. Hát jó tehát jó jó jól like jól egy jó Egy ilyen pici részt, hogyha kapnék belőle, több boldog lennék. Hát gondolod, lehet hogy... lefőzni napi háromszor, négyezer emberre, Ekep. ott azokat etetni, szállítani, már csak maga a szállítási szolgáltatás. De gondoljuk, hogy valaki ezt kiengedi a városban, és azt mondja, hogy 3000 ember ebből keressen valamit. Nem, hogy a helyi Győrben ott kiengedték azért a felsővezetők vezetők azok jellemzően. Első bent vannak, a, a felső városban. Vezető, igen. De, az igen, más, de az mi de az, 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 az? Az 30 százakat vettek. És győrben neki... nem beszélünk azért ennyi munkavállalóról, feltétlenül, illetve hogy ott arról beszélünk, hogy ott ugye azért volt -e ennek egy felfutása. Tehát emberek életvitelszerem hogy tatabányáról oda költözött, vagy oda jár egyébként ugye tatabányáról napi szinten, tehát ez ugye alternatív volt, hogy valaki tatabányáról ne Budapestre induljon el dolgozni, mm -hmm. hanem Győre, Győr. például vagy Székesfehérváról, tehát a környékből is el tudott szívni, vagy akár valaki az ország másik végéből oda költözött eleinte a albérletbe, később lakásba, tehát egy normál történet volt. Ez egy sok hatás lesz, amikor egyszerre jelenik meg, vagy úgy egyszer, hogy mondjuk két éven belül jelenik meg, mondjuk négyezer munkahely. Azt De De ezt végignéztük azért már kecskeméten is, és azért kecskemét életesen borult föl annyira. Pedig. ott is kisebb volt a volumen, és lassabban épült fel. Hát igen, úgy alapvetően igen, de... Itt, tehát... itt az és... egyidejűség az, hogy bum, ott amúgy lesz. Amúgy Győrben, a győrben a ami meglátjuk. durva, ott igazán az átlagárak. Tehát ott, Jó, ott, de ott, brutálisan. ott brutálisan... Tehát ott elmentünk kajálni, meg, meg egy-két dolgot csináltunk, mert ott Osztrák is vannak árak. ingatlan... Osztrákárak. Hát, ha nem is, de mondjuk így Budapest, mondjuk ilyen 1.10, 1.20-szal megszorozva. Igen. Tehát, hogy hát vagy Váci utcai járak, de ugye, hogy ugye, és Az lesz a melberúgó, hogy például tavaly Szegeden voltunk ugyanúgy, egy pár napot eltöltöttünk, mint a ti győrben, uh -huh. és kajáltunk, és fel annyi volt, mint a budapesti ár. Tehát uh -huh. nekik viszont ez nagyon fájó lesz, amikor az esetleg igen. ők tudják majd az ottani vendéglátós be tudja hozni a budapesti szintet. Az nagyon fog fájni Tani, a helyi fogyasztóknak. Ott van, ez? ez, ez tessék. Ott, talált a krucifont talált valamit? Nem, ez a telegszám van. Ez a két kutyapárt nevében nyilatkozott, azt hiszem. És nézd De meg ja, a számot, brutti, 40, ja, ezer, az 40 ezer. van ott. Csak hogy pont, hogy nem mondtam hülyeséget. No. Hát csak a forrás kérdés, hogy mennyire jó. Jó, e, az brutális nagy megszámlálhatatlan. Ezt, ezt írja, ugye, 40 ezer embert? Igen, igen, és itt is ezt a szexuális dolgot itt érzélik. Uh, hát azért, mert Brutit olvas a Peti aztán. Hát őt hívták meg, bocsánat, például a, a kampánybeszédekbe ő volt meg. Őt küldték. Mondjuk lehet, hogy ez őt küldték, nem, Nem gondolom, az MTV-nak a külön igénye volt, hogy őt küldték. Lehet, hogy a szerkesztő gondolkozik, hogy ki lenne ilyen vicces fickó, aki láttátok a Magyar Péternek az ATV-s riportját? Az jó, hogy jó. Melyik részét adnak a 40 másodpercnek, amikor leült, vagy amikor fölállt? Igen, az nagyon jó volt. Én végignéztem, nagyon nehéz volt, de hát 40 másodpercet sikerült. Most abban, abban, hogy ez egyre mélyebbre süllyed ma, ugye ez a politika és média és egyéb történet. Egyre gyerekek valami azért valami. figyelték, ez csak egy kis marketing, kis hozzáfűzni valót. Szóval én, én nem értettem, hogy egyáltalán miért kellett, én egy tök jó riporternek tartom, aki vele szembeült a Róna, Róna jegont, de én nem értem, hogy miért kellett ezzel nyitni egy beszélgetést, amikor egy Teljesen máshoz szólt a meghívás, és ha megfigyeltétek, az nem is egy sima a 4 es papíron lett átnyújtva, hanem egy ugye fehér háttér, fehér asztal minden, és egy egy tűzpiros dosszéba betéve. Ja, ja. Szóval nekem, aki, aki, szóval, aki egy picit. E, e, mögé lát, és ismerjük az ilyen marketing fogásokat, e, trükköket, stb. Itt nekem már ebbe az látszott, hogy ez az egész, egész ez egy picit hát, volt neki építve. írva, hogy mit kellett Nem az, semmit. hanem, hanem érted már az, amikor egy, egy tudod, politikus nem, mert húsz évvel ezelőtt meg volt Amerikában, hogy, hogy milyen, micsoda, milyen színű nyakkendőt legyen, hogy legyen megkötve. Itt, itt szerintem már az is ki volt adva, hogy az egy piros. Miért nem egy szürke, miért nem egy fehér egyes lap volt simán? Hát ez lesz, lássuk, Kék egy DHS. politikusnak föl kell lennie készül a provokatív ügyekre kérdések. Ez kemény provokáció. Igen. Volt. De hát akkor ez egy ilyen dolog, tehát hogyha valaki elmegy politikusnak, akkor holnaptól csak ilyennel fog hát, A srác is egy picit tehát, hogy... ki volt fáradva, hát most két hónapon keresztül végignyomta az egy egész. Ez egy ilyen munka, tehát a te munkádban meg mások a kihívások. Jó, de, az... Jó, de a Tiszapátot két hónapja alapították, és ahhoz képest 7 LP mandátumot szerzett. Erről kellett volna beszélni, igen. Az ellenzéket úgy nyomta le a békasegge alá a két hónapos munkájával, mint annak a rendje. Hű. És a második legerősebb párt ilyen szempontból. Most, most ahhoz képest, ugye most a ingatlan piacra közvetlen befolyása nem lesz, mert olyan pozíciót nem szerzett. Szerintem lesz. Én azt gondolom, hogy lesz. A bizonytalanságnak mindig lesz. Tehát az, 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 Na, az erre az kíváncsi vagyok, erről beszélünk. Én kicsim. úgy gondolom, hogy az, az, ingatlan vásárlás egy hosszú távú döntés alapvetően. Itt ma azért ugye az elmúlt években is sokan azt mondták, hogy nem akarnak az itteni politikával. Rokon szemben volt elmennek az országból, stb. Volt é, volt ugye ők alapvetően érem. lehet, hogy visszajönnek, lehet, hogy azért ezek az emberek nem a hazától szagadtak el, csak a politikával nem, nem itt akar élni. Nem biztos, hogy külföldön most éppen jó ugye külföldön is vannak politikai helyzetek, gazdasági helyzetek, Covid is volt, stb. Tehát az elmúlt 5-10 év az elmúlt külföldön rózsás volt. Tehát emberek gondolkodnak esetleg a visszaköltözésen, és biztos vannak pár, akik ma még az elköltözésen gondolkoznak. Ebben a szituációban az instabilitás, az, hogy az egyik párt megjelenik nagyon nagy eredményt ér el, a másik párt azért egy picit visszagyengül. Az, hogy ehhez képest tényleg itt ugye vannak, ma még nem tudjuk, ki lesz a polgármester, fő, vagy főpolgármester Budapesten, ezek azt gondolom, hogy nem beruházást ösztönző dolgok. Tehát ha neked ezer százalék, hogy itt maradsz, gyerekeid vannak, akkor fogsz venni. De hogyha vannak lehetőségeik, vannak kérdőjelek a fejedben, nem fogsz venni. Tehát én például emiatt azt gondolom, hogy ez akár, ha nem is két számjegy, de egy számjegyű mértékben az ingatlan tranzakciós számot befolyásolni tudja, mert azt mondják az emberek, hogy nem most hozol meg ezt a dönt. A befektető számára sokkal biztosabb, még akkor is, hogyha nem arra a pártra szavazott, de mondjuk túlnyerte magát, akkor azt mondja, hogy hát most én egyébként emberileg szomorú vagyok, de a gazdaságot meg úgy biztosnak látom. De... A külföldiekre, most megint csak azt gondolom, hogy ha a külföldi sajtó azt írja rólunk, hogy itt van egy állapot, de ez legalább biztos, akkor több külföldi befektető jön. Ha a külföldi ebben sajtó ebben van. azt írja, hogy az emberek már megint az utcán vannak, és nem lehet tudni, hogy ez most ez a tüntetés vagy az a tüntetés éppen, mert itt már heti több tüntetés is már volt az elmúlt hetekben, Eben az külföldi befektetőnek nem egy pozitív jel. Ebben igazad van, Ákos, de ez a bizonytalansági faktor, én ezt már egy éve mondom. Ha megnézitek, ugye, ott be, be lesz, be, amikor a katát levágták, mint a riadt majmot. Nézhetné az, hogy hétről hétre gyakorlatilag jöttek a szombat, szombat délben történő bejelentések. Egyik pillanatra a másikra változtak meg dolgok. Szerintem, és ugye ott, ott azért egy nagyon erős Fidesz euh, dominancia volt és ott is meg volt ez kőkeményen ez a bizonytalansági faktor, és ezt mi is éreztük az ingatlan szektorban, hogy sok ember azért nem lépett meg vásárlásokat, hiteleknél is, mert egyszerűen nem tudta, nem bizonytalan volt, és és, és, és amit te is említettél, szóval ez, ez, ez nem biztos, hogy csak akkor van, hogyha mondjuk belép egy új párt és egy picit borítja az arányokat, bár a Fidesznél nagyon nem borított igazából szerintem a... a, a az ellenzéket vágta le, az viszont nagyon keményen. Azért vágott a Fideszből is. Szerintem hát valamennyit vágott, Fideszből is. valamennyit vágott, de gyakorlatilag. Én, én most senki nem dörhet hátra. Igen. És most egy picit, ugye, politizálunk, nem politizálunk, tehát ilyen alkoholmentes sört iszunk ma, a most már ez van, de azért azt gondolom, de hogy, hogy köve... a következő két év kemény lesz. <laughs> tehát én azt gondolom, hogy ez a mostani, a múlt vasárnapi estével nem lezárult valami, hanem elindult, elindult a következő választási kampány, és ez nem feltétlenül lesz nyugodt. Én magánemberként megnézem, elolvasom, bezárom az internetes írportál, de vásárlóként bizonyára máshogy reagálnak. Befektetőként, az meg külföldi befektetőként. Külföldi Ma, befektetőként? Igen, tehát... ez izgalmas. Az. Igen, igen, hát igen, ez igen, az igen. európai parlamenti választás, ez kb. egy ilyen kétfordulós választás a a, a a 26-ost, mert így látják azt a népek, akik mondjuk a. a Feriék fele, meg egyéb más kisebb pártokra szavaztak, hogy itt, hogyha mondjuk Nincs szeretnének választást, hogy egy teljesen más, az át fog menni. Ö, és hogyha csak egy ilyen 100 200, tehát 700 ezer a különbség, a 350 át volt a ha választás három ötven átmegy a túloldalra, akkor ne, akkor rotty. És Amúgy különben, bocsánat, csak annyit az önkormányzati választás, hogy ez, ezt e, pszichológusok mondták meg, akik ezt értenek, hogy alapvetően ez olyan, mint a boxban mondjuk egy címvédő mérkőzés, hogy akkor tudod a címvédőt megverni, ha nagyon megvered. Amúgy különben nem adják oda az övet e, a másik félnek, szóval az, az érezhetően neked kell dominálnod, mint kívónak. És akik általában regnáló e, polgármesterek és polgármester választás lesz, őnekik nekik nagyobb eséllyel tudnak a székben maradni. E, Hát inkább, mi a inkább, <laughs> inkább választom a meglévő hülyét, meglévő mint az ismeretlen ugye ez, lehülyét, ugye, ez a, ugye, ez, hát ugye ez most, lenni. Ugye ha már itt ugye elmentünk az előbb az analógiák felé, ugye azt gondolom, hogy, hogy itt ugye a párkapcsolatok is ma nagyban azért működnek együtt, mert ismerik egymást, van, ami összeköté. Az ingatlan okay, piacon, ezt mi nagyon jól tudjuk, hiszen látjuk, hogy már azt látjuk, hogy két embert már a lakás köt össze. Tehát itt már hát so, ugye, amikor ugye mi ingatlanosok, ugye sokan, sokan ugye nem tudják rólunk, ugye mi nem ingatlan tárolunk. Hát ott mi megyünk egy élethelyzetbe. Ott aztán mi látunk mindenfélét, és azt gondolom, hogy ugye ott aztán mi azt látjuk, hogy, 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 hogy vannak gondok. Vannak most, úgy látom, hogy ja, a is, is van. Vissza a, próbáljuk, próbáljuk előhívni. Nem, már ki visszajött, visszajött, itt, nem a probléma. Vagyunk, csak vannak Igen, nekem, a, ami legyintettem, az hogy mondtad, hogy meg a gyerekek és a bitang jó szex. Tessék, hop, hop, meg hop, 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 meg tudom a... is. Ilyen effektjeink <laughs> vannak <gül> itt. A... <laughs> és valójában Főleg a hallgatók, mennyire élvezhetik a spodjú hallgatók azok nagyon. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy fontos szempont. De ezeket is figyelembe kell venni, hogy az emberek, és abban igazad van, hogy egy polgármestert is választhatsz azért, mert úgy vagy vele, hogy ez már jó, ez már tudja a dolgát. Ugye egy házasságban és egy ingatlanban is benne lehet ezért maradni, de nem ez a cél. Tehát azt gondolom, hogy egy választásunk is az a célja, hogy, hogy olyan ember kerüljön oda, aki jobban csinálja. Egy ingatlant is azért vásároljunk meg, mert boldogabbak leszünk a következő ingatlanban, de, de itt a bizonytalanság, a bizalom, a, a biztonság. Tá, Amúgy különben nem a, most, a, mostani az. jelen pillanatnyi helyzetben azért az is egy kérdés, hogy mekkora fajsúlya van jelen pillanatban az önkormányzatoknak. Ugye, hogy mekkora, nem értek hozzá, de ugye itt folyamatosan azon megy itt a harc, hogy egyre több ö, dolgot elvesznek az önkormányzatoktól, akármint anyagi, akármint döntési ö, jogkör. És ö, kérdés az, hogy most oké, okay, van való egy önkormányzati választás, és nyere ez egyik kerületbe, valaki lesz a, a polgármester. Effektív érezhető változás lesz -e, vagy maximum lesz öttel több bicikli út. Nem, hát a kis forrásan csak Hogy lesz-e de... ötször több bicikli nagy út, jelent. ezért a próbáltam A nagy, dolgok kar, kar, nagy dolgokkal úgyis átlépnek De rajtuk. egyébként azt én, én ugye az előbb mindegy. ugye pont ezt mondtam, és nem méltatni akarom azt, hogy vonjunk el minden hatáskört az önkormányzatoktól, de az sem jó, amit ez ugye az előbb pont ezt mondtam, hogy ők egymással versenyeznek. Tehát én azt mondom, hogy egy önkormányzat, tehát valahol a kettő között egy régiós működésnek biztos, hogy van. kellene, ugye de azt a területet, ott Duna Dunaharjaszti, stb. Hát nekik össze kellene, hogy dolgozzanak. És még egy, még egy, mondat, erőb, ugye beszélgettünk itt influencer, marketing, stb. Az önkormányzatoknak is kellene marketing tevékenységet folytatni. Olyan szinten, mm. hogy meg kell, hogy fogalmaz, hogy ő kit szólít meg. Ki a te városlakod? Az miért jön oda? Az mit csinál? Tehát, amit te egy vállalkozásban elvégzel, én azt gondolom, hogy egy önkormányzatnak is ki kellene tűzze cél, hogy én leszek a fiatalok városa, én leszek az idősek városa. Nem lehetsz a kettő egyszerre, mert elég üti egymást. Ez az, Jelen pillanatban az, az önkormányzatoknak egy arculata, vagy nagyon mire? Nincs. Ugye most, most nincs. megalakul majd az új testület, egy évig vacakolnak egymással, hogy ki az erősebb utána két évig majd csinálnak valamit, és egy évig készülődnek a választásokra. Anya, hogy egy önkormányzat kitűzni egy húsz éves célt arra vonatkozóan, hogy majd az aktuális kormányzatok, vagy polgármesterek, meg képviselők azt teljesítsék, de az arculat, az irányok, az, hogy hány sportcsarnokunk lesz, nulla, vagy három, kell egy pálya, pálya kell-e út, kell-e. még maradt, a... maradt -e egyébként a. De nem tudom, hogy a Fideszes volt. Nem, alapvetően független. Tényleg? Független polgármester. No, független volt. Fidesz által. Független, de a testülete, például Fideszes. Tehát nagyban Fideszes többsége van, és így kormányzott eddig is. Tehát é. valójában egy nagyon nehéz. Tehát nem, ezek a másik, hogy kialakulnak olyan helyzetek, hogy a polgármester nem tud kormányozni a saját testületével, egy várost sem, és forrása sincs. Hát körömteli dolog. De, de, egyébként azok, hogy bizonyos. rendszer Biztos, egészen biztos. De az is rendszerhiba például, hogy egy agglomerációs településen, mondjuk Szigetszemiklóson, például az építési szabályzat nem enged, nem enged lapos tetős házat. Tehát az engedetnek ma azért már csak van igény a sátortetős parasztház jellektől, vagy a kisvárosi a el, el, elugrani. És Nagy János. Igen. Nagy János polgármester maradt egyébként, Jóba. és ugye építési szabályzatokat is módosítani kellene, azt gondolom. Tehát már nem azon kéne vacakolni, hogy, hogy parkokat építünk, meg körforgalmakat, hanem egy városvezetésnek igenis az építés szabályozással egyebekkel kellene, vagy akár azt mondom, hogy ezt is, amit az előbb mondtam, hogy regionál, régió szinten, megye szinten összefogni. Hogy... Vagy... Érden, hogy tavaly nyáron kiadták azt, hogy nem adtak ki új építési engedélyt, ez hallottatok valamit, hogy ez még maradt? Az, az volt, az volt. És ez miért aztán meg ezt a És már az infrastruktúra hiánya, tehát nincs óvoda, iskola, úthálózat. Jó, te emlékszem, hogy már annyira túlterhelt ott a vízhálózat, hogy volt ott egy nagyon komoly csőtörés is, ha jól tudom. Igen, ott volt egy fél település napok. És már alig bírja, bírja el, el. a fél a, település, a fél uh, Alig bírja el az a, a azt a annyi embert alig bírják gyakorlatilag az infrastruktúra. Csak én ezért mondom azt, hogy ezt valamilyen szinten regionális szinten kell kezelni, mert azok az emberek, akik érdre költöztek, azok valahonnan elköltöztek, azok valahol egy hiányt hagytak maguk után. Tehát egyik oldalt látjuk a probléma egyik felét, a másik oldalt meg egy megürülő helyszínt látunk. Jó, hát ez csak a, én összefüggéseibe lehet. Szerintem el. ez a gyűrű ez most két oldalról épül, tehát egyrészt jönnek, vidékről, másrészt mennek ki Budapestről, és akkor ez az agglomerációs rész, ez, egyre jobban növekszik. De várjatok Még... most azt, ti azt, ugye ez, mi mindig beszéltük, hogy általában hét évente változik az az irány. Most jelen pillanatban ti milyen irányt láttok? kintről, bentről kifelé vagy? Nem, mennek. Vár mo mondjuk most kifele, a Budapesti... költözés látok? Én azt látom, hogy eddig volt egy erős kifelé költözés, most meg egy oda-vissza van, tehát már van, aki azt mondja, hogy én boldogabb lennék a bel, tehát, tehát, most egy kicsit kiegyenlít. Igen, igen. Azzalán, nem? Te hogy hát nem tudom, én még a, hát ugyanez, tehát az ötödiket azt tudja, hogy hagyják el, ahogy te is mondtad, és akkor ezeket a, Öl, hát a, a 5-6-ot, hát főleg a belső részeket, azt tényleg bírnak. Csak emiatt azt gondolom, hogy itt ez, ez, nem a bicikli utakról szól, ez nem arról szól, hogy te meg én szeretem be mm. a bicikli utakat, ez arról szól, hogy gyakorlatilag az ötödik kerülettől Sziget-Szent Miklósig kellene egy stratégiát megfogalmazni, mert az, a az ember Mert ott én laksz. Én ott lakok, igen, Egyrészt, de akkor, ki, kevés kellene, igen, akkor igen, én nem érez, igen. Nem csak jó mondja, Ákos, hát valahol veszel, való üres de helyet Ha Én dolgozni a városba. A feleségem ő helyben dolgozik, a gyerekek ott járnak sűriba, de hogyha nagyobb lesznek, be fognak járni Van erre. Tehát ez egy, ez egy körforgás. Tehát tíz perces az... városoknak hívják ezt, hogy olyanba kéne lakni, ahol minden tíz percre van tőled. De ezt meg meg kellett fogalmazni 30-40 évvel ezelőtt. Hát ez már túl van, már ugye lekövetünk egy probléma kört. Ma már lekövetjük ezt, és kialakult. Van egy ember Nullásunk. Nem tudjuk azt mondani, hogy ha az nem ilyen alakul lenne, hanem olyan alakú lenne. De, a, gyerekek a gyerekek azért. Nem egy van sok nem gyerekek gyerekek, gyerekek, a körgyűrűsök, beszélünk van. egy dolgot. <laughs> Ami nem Gyakorlatilag, igen. Igen, Gyakorlatilag emlékszem, nem 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 hogy volt valami, nem is hogy békák fér. miatt nem épült meg. Ugye, mert akkor pár zöld, emlékszem, bent voltak a tévében, voltak összesen öten. Szóval egy közgyűlést az a zöld klubja megtartott volna egy nagyobb liftben. Kb. annyi tagja volt. Nem, 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 A zöldeknek nem verünk ott. Nem, 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 nem. De fontosak a békák, mert legalább a szúnyoglárvákat, nem mindegy. De ettől függetlenül Ebből jelen pillanatban 2024-ben a körgyűrű, ahogy te is mondtad, nem körgyűrű, és gyakorlatilag nem egy autópálya, nem egy gyorsforgalmi út. Amúgy ha aztán még egy utolsó kérdés lenne, én 17-ben mondtad, hogy nem lehet lapos 17-ben van, azt hiszem 17-ben voltam akkor egy, minden vissza tudnám nézni. De van egy olyan városrész, ahol csak ilyet enged a, 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 a de de csak lapos tetővel hogy... építhetsz. Tehát ilyen mindegy, olyan, mint egy görög Ilyen, kis ilyen, település. Kis település az a... Az kis a mini van ott a 17-ben. Bár hogy... mondjuk Belojanis volt, sorházak vannak, mert ott meg a helyi zöldséges az unokatesom volt. Én most hogy minket kellett volna vasárnap megválasztani minden pozícióba. Mindenhez Minden is, is Mindenhez is, is. Jó. Uh, a mini én... Dubajt már most kezdték volna a hétfőn. Itt nem vagy <laughs> nem ilyet, mert vég az adástok, és itt még pár hónap politikai ambíció viccelek. <laughs> nem, itt beszéltük most már azért a, fővárosról beszéltünk, a nagyobb, hát jó, Debrecenen elúsztunk, aztán Győrbe, Kecskemét, Pécsre. <laughs> Másik irány, de nem baj. Hogy, igen, hogy, a, hogy arra nem beszéltünk még, hogy mondjuk a következő egy évette, hogy látod a piacon, mert most elég, tehát például itt volt tegnap múlt héten Sándor Balázs, ő azt mondta, hogy a hiteleknél ő eléggé nagy fellángolást érzékel. Én azt látom mondjuk nagyértékű ingatlanoknál, hogy nagyon-nagyon, de nyilván ez egy szubjektív élmény, nagyon kezdenek rosszul állni a szénái ezeknek a nagyobb cégeknek, akik egyébként meg hát valójában a gazdaságot mozgatják. De mit látsz, hogy merre kanyarodunk? Én a lakossági szektorban, tehát a tipikus lak, inkább azt mondom, hogy a, 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 tipikus lakások esetében stagnálást várok, mert nem látom azt, hogy mitől lenne növekedés. Azért nem tud kevesebb lenni, mert már tavaly sem való, tehát tavaly is már nyüglődés Nincs volt. Lejje. Ugye, tavaly megtudt, a tavalyi év az tök jó volt arra, hogy megmérjük, hogy milyen az ingatlanpiac hitelforgalom nélkül. Ugye, de mi itt tippelgettünk róla, hogy vajon hogy igen. működne egy. Ez tavaly jó, meg tudtuk <kül> mérni, tehát ez egy ilyen kicsit igen. nagy ember volt, volt, de de, 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 jó fájt is, de legalább ugye meg mérni. egy kicsit sírogatott. Keves Kevesebb, well, is, az kevesebb az volt ír, a wellness. Az igen, az igen, nem láttam most hogy wellness de a Facebookon. Ja. úgyhogy, De biztos, hogy neki, neki mindig megy. Tehát neki okay. akkor is ment, amikor a többi... Amikor nem, ne, akkor is. amikor Vérfolyik hát, a izén. De hogy is gyerekeket most is 250 most darab izén. Ma adtam be négy hitelig, és nézték csak egy tényleg igazad van. És kilenc lett a bank. Jó, akkor őt is sikerült még elküldenünk a picsába. Még van két percig, hogy valamint még gyorsan elküldhetjük, itt elővegyünk. De ugye, de ugye idén ebből is lesz egy pici. De, de azt jelenti, hogy ha idén stagnálunk, és a stagnálás az annak köszönhető, hogy még a tavalyiakat is hozzácsapjuk, stb. Hát ez kicsit erőltetett, tehát örömre nem sokokunk van. Növekedés nem lesz, én nem látom azt, hogy növekedés. Ugye az van. a Sendafi Baleázorzsal is azt beszéltük múlt héten, hogy azért a hitelkamatok itt már nagyon le nem fognak úszni. de most is mesterségesen van alacsonyan tartva, ugye, és ráadásul ö, említett a Balázs, hogy a, a, egyre nehezebb a bankoknak is mesterségesen alacsonyan tartani. Aztán most mondta, hogy egy 2 százalékkal van hát a, a bankok drágában a, a reélis... hitelt, mint, mint, mint amit a lakosság vesz. Igen, na most onnantól kezdve gyakorlatilag itt még lesz benne valamennyi minimális valószínű csökkenése, de ez tényleg, tényleg, nem lesz akkora búz, hogy most itt, itt megdobja a piacot. Más, másra te számít, az ezen kívül? Ha most a hitelt megbeszéltük, ezen kívül itt más Én azonban, -e? szépen beépül az életünkbe, ugye a csopró, stb. Semmi, én erre számítok. De például az Dani az előbb kitérte egy picit az, hogy vannak nagyobb értékű ingatlanok, ez meg az, azok izgalmasabb történetek lesznek. Tehát itt most ugye százezer emberről beszélünk, aki lakást vesz, tehát százezer családról, Igen. őket ez talán a legjobban érdekli, de van azért több száz olyan tranzakció, vagy egy-két ezer olyan tranzakció, ami a kimagaslóan a magas értékű ingatlanokat, a különleges ingatlanokat jelenti. Én ott azt látom, hogy ott viszont az összes bizonytalanság hatványozódik, de az is, hogy ezeken a piacokon nincsenek kapaszkodók, tehát nincs két-egyforma ingatlan, nem tudja bemérni az ügyfél, hogy mit vesz, és nem vesz. És nem és is motivált abban, mert van lakása, tehát ezek sokszor second home második, harmadik luxus ingatlanok, és a következő probléma pedig szerintem még mindig nem oldódott meg a COVID utáni ingatlanpiaci helyzet az irodapiacon, vagy a kereskedelemben, el se kezdték, tehát hogy ezek a cégek, rendszeresen akik ezzel foglalkoznak, összegyűlnek, tanácskoznak, hajóznak, konferenciáznak, esznek, isznak, és hazudnak maguknak meg a piacnak arról, hogy milyen jó a piac. Nem jó a piac. Ez most meg fogod kapni Külön. Mindenkit megvolt, mint amit már Az, Az Gyorsan, hagyj kérdezem meg, hogy azok a nagyobb beruházások, amiket elbeszéltük, akár a Kordiának, a, a, a Bayernek, stb. 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 Itt tényleg sok lakásról beszélünk. Ez változtatni fog valamit a piacon? Befolyásolni fogja ah, az árakat? Ahhoz képest állakat? fel annyi lakásról beszélünk, mint amennyi mondjuk egy jobb szituációban volt, és negyed annyi lakásról, mint amennyire egyébként igény lenne. Az, hogy ezen az árszinten, tehát mondjuk egy Kordia is ugye publikálta a legújabb fejlesztését, nagyon szép, nagyon jó, de 2 millió forint fölötti négyzetméter árakról beszélünk. Ja, ja. Nem gondolom, hogy sorban állnak érte az, az emberek. A... Szerinted az, 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 az átlagár lenne a 2 millió feletti? A 40 négyzetméter, négyzetmét 96, 96 éve. Akkor meg. kérdezem, szerinted ez eladható? Nagyot buknak, hogyha nem. De ezt most nagyon komolyan kérdezem. Azt hogy, gondolom, hogyha hogy... ott nem arról van szó, hogy a speciális lakások kétmillió millió felettiek, hanem az átlag lakások két millió felettiek. Lesz azért lakáss, az nem... O... lesz a panorámásat el lesz adva, és lesz gondjuk az értekesítéssel, úgy gondolom. Aha. A Bayer Property például ugye olcsóbb lakásokat árul, tehát ilyen egy millió forint hogy a ugye beszélgetettek pont kíván. erről, egy millió, valóban egy millió forint alatti lakás, tehát valós, és nem a sötét sarokban néző, stb., mm. hanem valósan tudunk olyan lakásokat mutatni a lakás az ami használható, élhető, fényes, kedvenc. a kínai volt ah, alatt. Terén, emeleti jó, emeleti a jó kínai jó lakások, alatt. De ezek meg volumenben épülő lakások lesznek. Ez, alapvetően... ez, titok, hogy mennyiért húztok egy négyzetmétert? Alapvetően igen. Ja. De itt csak Akkor a 179. Igen, ezek az üzleti modellnek, hogy a kivitelezési költség oldalai azt gondolom, hogy nem, nem fogom most itt elmondani, de az előző adásban, és akkor, hogy hallgatják az adásokat, akkor elhangzott ugye az előző adásban, releváns adatokat mondhatok egyébként, ott, tehát nagyjából a piaci átlagok ott vannak, de ezek nagyon tág határok, tehát ugye a, a nagybani kivitelezésnél az 4-500 forint, túl ugye elmegy odáig, hogyha kérsz egy egyéni áraját, egy villára, akkor meg egy másfél millió forintos négyzetméter árakat fogsz kapni. Picit más műszaki tartalomra is, tehát ugye ezeket nagyon nehéz összehasonlítani, de ugye van egy telekár, vannak, vannak ugye olyan dolgok, amik ugye még erre rárakódnak. Én azt gondolom, hogy ma egyébként egy millió forintból nem panorámás helyszíneken, tehát nem egy dunai panorámával, vagy nem egy budai hegyoldalban, de egy pesti tömegközekedéssel ellátott jó helyszínen egy millió forintból lehet egyébként látni. Van egy különbség, produkálni. hogyha vidéken építkezek, vagy vidéken épül egy projekt, vagy Budapesten. Igen, hogy ő nem fog munka... eladni vidéken, tehát ez a különbség. Ez, ez is, ez is igaz. egy Nem ér egy viszonylag de most a költség szempontjából kérdeztem, <laughs> nem. hogy a munkaerő nem. Nem, ugyanannyi. Aha. Ugyanannyi. Ugyanazok, Ugyanazok a külföldieknek ugyan külföldie dolgozni. És, és ma már az építőipar is azzal a problémával szembesül, amivel a vendéglátósok és egyebek, hogy külföldről kell hozni. És ugye nagyon sok kritika ír ugye az part is, hogy miért vannak mondjuk indonéz vagy venezuelai vagy egyéb munkások, ha kell valamit, ugyanazt a pénzt kapja, mint egy magyar munkás. Tehát Csak a magyar, ki van Németországban. Bármikor egy, igen. De bármikor egy magyar munkás azt mondja, hogy szeretne elhelyezkedni, sőt sok esetben többek kerül, mert ugye neki még a repülőjegyét is, meg minden rárakodó költségét fizetni kell. Tehát ez nem igaz viszont, ha már olyan téveszmék eloszlatásánál tartom, ez jó, hogy nem igaz, hogy az... vannak itt. Az a különbség, hogy ő nem fog beteget jelenteni, mert most mit jön a munkás szállon, tehát nem öröm, nem jár kirándulni a városba, és hogyha túlórázni kell szombaton, akkor bemegy szombaton túlórázni, mert nem, a a szálon, nem kapja a, a munkás szállon, És hogyha kap érte van. pénzt, küldi haza a családjának, <laughs> nem iszza el, nem. Sokal Sokkal motiváltabb. Tehát a, ha, ha, azt nézzük, hogy például a magyar. Magyar, a magyar kivitelezésben dolgozók rendszeresen hajnali kettőkor a kerületi kapitányság kötnek ki, mert verekednek, kocsmáznak, stb. stb. Aki idejön egy külföldi országból, az be van tojva, tehát az nem fog itt, tehát annak a helyi rendőrség az nem olyan, hogy majd ez úgyis kiengednek hétfőre, hát az teljesen össze van tolva. Tehát az nem fog hőbörögni az utcán, meg konfliktusba keveredni, meg verekedni, meg egyebek. Tehát az, hogyha szerencsétlen iszik, az otthon iszik. Tehát, hogy az nem az, aki kimegy a kocsmába és pofánver valakit, miközben nálunk a magyar építőiparban a munkásokat rendszeresen a kocsmából gyűjtik be a nap elején is, meg a nap végén is, vagy hajnali kettőkor a rendőrség onnan gyűjti be őket, mert, mert összeverekedtek. Tehát teljesen más probléma körül beszélünk. Én azt gondolom, hogy aki el akar ma menni dolgozni, megint népszerűtlen lesz, akkor ezt is még tegyük oda mai a mai napon. már az építő munkás Bele a munkásokból munkásokból is. Én azt gondolom, hogy fog találni. Tehát alapvetően van felvétel egy csomó cégnél, Igen. csak hát keményen kell dolgozni, és az építőipar az bizony egy kemény történet, de ha nem dolgozik, akkor lesz helyette venezuelai, de ha azt nézzük, biciklis futár nem nagyon van ma már magyar, öh, gyakorlatilag szállodákban, éttermekben egyre kevesebb a magyar munkavállaló, és nem gondolom, hogy ők kevesebb pénzért dolgoznak. Itt a lakhatásukat meg kell oldani, évente egy-két repülőjegyet kell nekik adni. Nem, nem olcsó. A Fülöp-szigeteki futárok a kis volt úgy, mennek át a piroson, hogy közben nézi a telefont, és elengedi a kezét, és így, így megy át a izén. És még között is tudod. hogy úgy megy át a piroson, hogy a láb izét nézi a telefont. Nem Na jó, ez ötödik kerületben szerintem már ez így megszokott, hogy bemész, akkor angolul kérik a kaját, de most Pécsen kajáltam múltkor, a főtéren, szintén ingatlan izé, én nem beszéltek magyarul. Nagyon Színházban. kemény. Igen, én, én is, tudok szak... több ilyen na, Ennyire már minden izé, város ez De nem, egy, nem egy kérdés, tehát nem a pécsi étterem azt mondta, hogy na, én mostantól azzal különböztettem meg magamat, hogy csak indiai munkásokkal dolgozok. nagy valószínűsége nem talált magának olyan ö, magyar ö, vagy magyar munkást, aki azt a bért, azt a munkát azért a bérére elvégezte. És, maga. és ilyen fiatal csajok voltak ott mellettünk, és nagyon nyomták ezt az angol pos Ízét, hogy, hogy ki tud szebben angolul, és egymást cinkelték, hogy úristen, még a téden lehet hallani, és mondom, basz, <laughs> úristen, neked akcentusod van. van. Igen. Úristen, mi ez? Mi, hát honnan ez, hallottál? Ez, 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 hogy mondtad szia? megnéztem volna, <laughs> a megnéztem, megnéztem volna ott az arcod, Dani. <laughs> Jaj, hát, jaj, hát, ott voltam. Hát, az hát nem, hogy láttam volna, hogy ő Igen, nem, csak így néztem. Egy TikTok élő tolhattál volna onnan, máskor TikTok élő Igen, ő a lányokhoz is. Ő a lányokhoz is tolj TikTok élőt. Ti hogy mondjátok ezt meg azt a szót? Na mindegy, ez volt ez volt Pécsem. Jó, hát gyerekek, én szerintem azért beszélgettünk, de hát még rá tudnánk tolni mindenféle csicsettel még egy órát, meg hát Ákos kifogyhatatlan meseládikóval érkezik Neki az jó vele, nem kell készülni amúgy csak bedobjuk az alaptémát, és akkor így órák Te... keresztül tolja. Az... nálunk az egyik Jolly Joker. Igen. ha nem jön senki, akkor hívjatok azt. mondjatok, régen mondjatok, mi a buktuk. téma. Miatt egyszer-egyszer átszervezzük a komplet podcastet, de lényeg. De... Szülés, szülés, fogyástippek, bármilyen, izé, Balla Ákos. vagyunk őszintén, három héttel ezelőtt basszus, erre a hétre ki legyen. Ki az, hát, ne El legyen az Ákos. Jó, akkor az Ákos. Ákos úgy is szívesen jön, nincs ez a gond vele. Negy vagy öt egyszer. Igen, ti egy első közt vagy így van. Igen, így. Szarvas szerintem Norbi volt legtöbbször. Sándor Figolás, Szarvas Norbi, meg Ákos, igen, három-négy-öt alkalmak, igen. És csak egy bögrém van. Ú, uh, akkor most rendeltünk egy raklapot, nem tom holland? De az én nem, javoll neki. Van. De az én nem kapok. Egyet kaptam jó. Nekem ez úgy, úgy díszes. Az úri barát egyet kapott az oldal Mi most így a, de adet, adjunk kettőt. Adet, kettőt, hogy gyerekeknek most adjunk mind a kettőnek. Kettő. Kettő. Nem, Kettő. Ó, de jó, hogy kettőnél néme gátatok, hogy te egyébki fog dobni vele. Tehet. Te lesz annyiból Tíbőrjük van egyébként. Igen, igen, de a Tíbőrjük az külöleges, úgyhogy. Gyerekeknek küldünk egyet. Még gumiba vannak. Na hát ez volt a 179. podcastünk a sorba. Köszönjük szépen Balákost, a Bayern-től, Balá és mindenféle. Kirúgtad a ízét. Gratulálok. Képet, a képet kirúgtad. Hogy, hát, hogy, hogy lehet az? az. Nem tudom. Nem baj. Na jó, nem hát srácok, ezzel úgyis végig vettük az egészet De volt. hát azért voltam. meg kirúgtad a izé. legalább Na. hallanak a ha kedves nézők? Azok biztos, ha hogy hallanak, ha azt nézd meg, és engem cseszekedtek mindig, hogy kirúgom a vezetékeket. Köszönjük Attila. Puszi pacsi mindenkinek, sziasztok. Köszi Attila, sziasztok. sziasztok.